Szervusztok! Sziasztok, srácok! Ahogy közeledünk a Season 3-hoz, egyre több információt tudunk meg a következő seasonről, de úgy látszik, hogy ezek az újabb teaserek inkább a skineket árulják el, mint sem az, hogy milyen fegyverek, vagy esetleg milyen lesz maga a sziget. A Fortnite hivatalosan is kirakta az egész Season 3-as Battle Pass-t, szóval mind a 8 skin tudjuk, hogy milyenek lesznek, úgyhogy ebben a mai videóban át fogjuk beszélni, hogy milyen skinek fognak érkezni, illetve mik a nevük. Ha szeretnél nyerni egy Season 3-as Battle Pass-t, nincs más dolgod, mint beírni a Super Creator kódomat, ami nem más, mint Ghost Forider, ezt az item shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Ezután a Discord szerveremen, a támogatói szobába be kell küldenetek egy vásárlást, ez igazából bármit vásárolhattok egészen vasárnapig, ugyanis vasárnap sorsolni fogok egy Season 3-as Battle Pass-t. Ha esetleg olyan nyeri meg a Battle Pass-t, akinek már megvan, vagy crew-val, vagy megvásárolta, az egy 1200-as V-Bucks-os giftet nyer. Sok sikert mindenkinek! Nézzük is meg az első skint a Season 3-ból, Lorenzo-t. Ennek a skinnek a neve Lorenzo lesz, valószínűleg ő lesz a Season 3-nak a főszereplője, hiszen ő van úgymond legelől minden ilyen promós képen, illetve még a cinematic előzetesben is őt láthatjuk a csapattal, úgyhogy szerintem valamilyen fontos szerepet fog játszani a következő seasonben. A kezében lehet látni egy macsétát, valószínűleg az lesz majd a csákánya, illetve a szörvéből az is kiderül, hogy lehetséges, hogy ez lesz majd a stílusa, szóval ez egy fejleszthető skin lesz. Itt jön a következő, Rien. Igazából nem nagyon tudok róla semmit, egy új fegyvert lehet látni a kezében, elvileg ez lesz majd a lever action pisztoly. Rien egy ilyen dzsungeles harcos, akit a promóképen lehet látni egy másik stílusban, ilyen teljesen piros változatban, és látszólag ilyen dzsungelharcos, szóval raptor hátakot tud lovagolni. Nem olyan rossz skin. A következő skin egy igen érdekes karakter, ez pedig Trace. Trace-nek a csákánya egy bot lesz, illetve több stílusa lesz neki is, a szövréből kiderül, hogy majd lesz egy kapusztis változata, és érdekes módon visz magával egy ilyen kis táskát, amiben szerintem slurp van. Illetve még az is látszik, hogy valamiféle varázsereje van, hát kíváncsi leszek a karakterre, elég érdekes. A következő az egyik kedvenc skinem eddig a Battle Pass-ből, Era. Erát majdnem, hogy a Season 2-es Battle Pass-be is be lehetett volna rakni, hiszen ilyen kis szamuráj beütése van. A kezében van kettő ilyen dupla csákányos kard, ami szerintem elég jól néz ki. A skinben az az érdekes, mintha az oldalán egy óraszerűség lenne, amiben egy Zero Point valami van. Meg lehet, hogy a karakternek olyan képessége lesz a Zero Point által, hogy képes uralni az időt, ezáltal tud utazni az időben. Azt nem tudni, hogy milyen stílusai lesznek, de a szörvében van egy másik skin, aminek ugyanilyen órája van az oldalán, nem tudom, hogy mennyi köze van hozzá, nem hiszem, hogy ez lenne a stílusa, inkább valami testvére lenne vagy barátja, meg lehet, hogy ő érkezni fog majd az item shopba Season 3-ban. A következő a Mariposa, aki egy Dynamo reskin. Igen, jól hallottátok, srácok, ő elméletileg ugyanaz a karakter, mint a Dynamo, hiszen ha megnézitek a színeit, illetve az arcát, teljesen ugyanaz a skin. A kezében lehet látni a csákányait, egy ilyen tupla karom csákányt fog kapni, és igazából ennyi, többet nem tudunk a skinről, hogy milyen stílusai lesznek, nekem ez a skin annyira nem jön be. És itt jön a Seasonnek a titkos karakterje, Relic. Relic lesz a Season 3-as titkos karakterje, szóval őt nem lehet egyből feloldani, valószínűleg várni kell rá majd egy hónapot, vagy pár hetet, attól függ. Relic egy kicsikét hasonlít az Omegára, vagy a Ruinra, lehet, hogy közük lesz majd hozzá, egyelőre nem tudni, de remélhetőleg valamiféle story karakter lesz. Ez a skin egyébként a szörvében így néz ki, úgyhogy valószínűleg ez is ilyen fejleszthető, vagy több stílusú skin lesz. Chapter 2 Season 2-ből Missiles visszatér, és itt van a Paradise Missiles. Akinek esetleg nincs meg a Chapter 2 Season 2-es Battle Pass, és nem tudta megszerezni a Missiles skint, annak itt a lehetősége, hogy ismét megszerezze a skint, csak ez ilyen Tarzan verziós, szóval ez egy ilyen vadmacska. Ennek a skinnek is valószínűleg több stílusa lesz, ugyanis a szörvében teljesen más ink van rajta, úgyhogy lesz majd egy ilyen tigrises missiles, illetve lesz ilyen Hawaii inges is. És az utolsó skin a Battle Pass-ben, ő lesz a Tier 100-as, Optimus Prime. Úgy látszik, hogy ebben a seasonben a Tier 100-as skin egy kollabos skin lesz, Optimus Prime érkezik a Fortnite-ba, ugye eddig is tudtuk, de most már hivatalos.
A csákánya pedig valószínűleg ez a balta csákány lesz. Szóval srácok, a Season 3-as Battle Pass így néz ki, vannak benne normális skinek, vannak reskinek, illetve van egy kollabos skin is. Első ránézésre nem lesz a kedvenc Battle Pass-em, de azért egy-kettő skint azért fogok belőle használni, illetve kíváncsi vagyok, hogy milyen gliderek, imótok, csákányok lesznek még benne. Most pedig nézzük meg azt a kicsi cinematic trailert, legalábbis a cinematic trailernek a teaserjét, pár másodperces, de kicsikét elárulja, hogy mire számíthatunk. Hát igen, elég rövidke, de pár dolgot lehet látni. Úgy látszik, hogy a földrengések miatt, illetve a földrepetések miatt teljesen összeomlik a Fortnite szigete. Ismételten? És miután beomlott az egész sziget, kiderül, hogy a sziget alatt valamiféle dzsungeles terület van. És itt már el lehet kezdeni teóriázni, hogy vajon ez a dzsungeles nagy kráter, ez vajon hol lehet a szigeten? Nem nehéz kitalálni, valószínűleg ez a sziget közepe lesz, ugyanis a háttérben lehet látni Mega City-t, illetve azt is tudjuk, hogy a Citadel, illetve a Mega City nem fog elpusztulni a következő seasonben. Illetve azt is tudjuk, hogy a repedések pont így a sziget közepénél vannak leginkább, szóval valahol itt lesz a következő seasonnek a dzsungeles területe. Persze a rajongók nagyon-nagyon gyorsan meg is csinálták így Photoshop-pal, hogy hogyan fog nagyjából kinézni a következő season, valahogy így kell elképzelni. Egyelőre nem tudni, hogy milyen helyeket fogunk kapni, ami biztos, hogy lesz egy hatalmas kráter a sziget közepénél, egy hatalmas dzsungellel, és a sziget közepénél lesz majd valamiféle templomszerűség. És ez a templomszerűség valószínűleg fontos lesz majd a Fortnite-ban, hiszen a cinematicban is rázummal a kamera, illetve ez lesz majd a Zero Point-nak a helye, valószínűleg ugyanis a Zero Point pont itt volt valahol a szigeten, úgyhogy valószínűleg a Zero Point is itt van a templomban. Sok teória azt csiripeli, hogy ennek a templomnak köze lesz az utolsó valósághoz, ugyanis ha jobban megfigyeljük a templomnak a szimbólumát, akkor megegyezik az utolsó valóság logójával, szimbólumával, úgyhogy hát ha végre megindul a történet valamerre. Aki kíváncsi az egész Season 3-ra, hogy mire lehet számítani, gameplay, esetleg teljes cinematic trailer, annak van egy jó hírem, holnap este be fogják mutatni a Summer Game Fest-en. A Summer Game Fest egyébként egy ilyen videójátékos konferencia vagy videójátékos műsor, ahol rengetegféle játékból mutatnak előzeteseket, gameplayeket, és ott ezen kint lesz az Epic Games, és ott fogják bemutatni a Fortnite Wilds World Premiere trailert. Ez majd valamikor olyan este 8-kor, este 9-kor lesz, streamelni fogom majd Twitch-en az egészet, úgyhogy aki kíváncsi rá, hogy milyen lesz a Season 3, milyen lesz a trailer, az kapcsoljon Twitch-re, ott fogom nyomatni. Viszont srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, kommentben írjátok le, hogy nektek ebből a Battle Pass-ből melyik skin tetszik a legjobban. Eddigiek alapján nehéz lenne eldönteni, nekem igazából Era tetszik, talán Lorenzo, a macska, illetve Optimus, de azért a többire is majd kíváncsi leszek. Én viszont srácok, mára mentem, én GhostForRider voltam, holnap este találkozunk, sziasztok!